remélem, hogy ilyen gyorsan. Szerintem jó eredményt ért el Radicsová. Én neki drukkolok, tehát azért mondom. Aznap este ott voltunk a kampánystában, és úgy tippelgettünk, és mondtam, hogy jó volna, ha van 10%-nyi különbség volna, mert ha igen sok, akkor a Radicsová hívei azt fogják mondani a választói, hogy ezt úgyse tudjuk behozni. Ha igen kevés, akkor meg a Kasparovics választói esetleg jobban mozgósítható. Ez a majd 9% egy nagyon jó eredmény. Most már csak azon múlik, hogy az elkövetkező 11 napban mit lehet csinálni, és mennyire lehet megmozgatni az embereket. Soha egy kicsit másképp áll hozzánk. Azt látni kell úgy, ahogy az Ulinda kormányban sem szerettek azért bennünket, mert magyarok vagyunk, meg Radicsová sem fog azért most futkározni magyar zászlóval, mert ugye tőlünk kapja a szavazatok nagy részét, vagy azt a részét, amilyen meg lehet nyerni a választásokat, de ugyanakkor érzéke. Az országnak is jó volna az, hogyha nem egy mindenre bólogató ember volna, aki a parlament elnöke és a kormány elnöke javaslatára akár a két sarkát összecsapja és szalutál. Hogyha ismét lesz olyan tüntetés, mint ami volt március 14-én a neonácik, a fasiszták, annak is sem tüntettek Pozsonyba, akkor meg a történet az, hogy Radicsová, mint elnök, hogy kiállna a másiknak az évére, akik ezzel nem tüntetnek, és ő vezetné azt a nacionalisták elleni menetet, mint mondjuk van Németország, hogy Schröder vezeti. Mondjuk én azt nem hiszem, a Szlovákiában most arra érett a helyzet, hogy a köztársasági elnök odálljon egy ilyen menet elé, és azt mondja, hogy ezt nem, mi egyszerűen mindenféle fasiszta elképzelések ellen vagyunk. Szerintem ezt csak akkor tudja megcsinálni, és mindegy, hogy most Radicsová, vagy Schuster, vagy bármelyikről, aki egy kicsit nemzetiségi szempontból is érzékenyebb, bármelyikről beszélünk, ezt csak akkor lehet megcsinálni, a politikusok erre képesek lesznek. Meg lehet nézni, hogy hány politikus képes. Hányan szólnak fel a szlovákok közül akkor, amikor a magyarokat csak azért nem fizikailag, de mondjuk szóban, vagy törvényekkel pofozzák, mert magyarok. Viszont azt el tudom képzelni, sőt, én azt hiszem, hogy az el is várható a köztársasági elnöktől, és Radicsovától meg még inkább, hogy ilyen esetben hallatja a hangját. Nem kell, hogy kimenjen, hanem ad egy interjút, vagy felszólal a televízióban, neki joga van bármikor, vagy bemegy a parlamentbe, bármikor felszólalhat, és igenis elmondja azt, hogy ne haragudjatok, ezt szabályozni kellene talán még keményebben törvénybe foglalni. Ha a Gaspró is nyerné meg, akkor ön szerint mennyire bonyolódna még itt a magyar-szlovák helyzet, vagy? Hát szerintem, ha a Gasparov is nyeri meg, és közben kampányba elég hangsúlyosan bekerül, mert szerintem be fog kerülni a magyar téma, akkor valószínű, hogy a következő kampányok azok nagyon durván magyar ellenesek lesznek. Pont azért, hogy a magyarok azok egy oldalra állnak, és álltak. Tehát abban a szempontból nem támogatják például Gasparovicsot, akkor valószínűleg a kormánykoalíció ezért mondjuk úgy, hogy büntetni fogok. Tehát ez rányomhatja a bélyegét a kormánykoalíció különféle javaslatára, de rányomhatja a bélyegét arra is, hogy a következő kampányoknál esetleg hogyan fognak akarni bennünket pofozni. És kérdés, hogy ezt mi hogyan fogjuk tudni használni, annak érdekében, hogy megmozgassuk a mi választóinkat, mert azért azok is úgy csicsikálnak. Közös mindegy választásban az, hogy a részvétel mindig csökken. Mondjuk rejten elolvasok párat, hogy 94-ben még a parlamenti választáson 75%-an voltak, addig 2002-ben csak 70%-en, és 2006-ban már csak 54%-an. A mostani elnöki százas részvétel 43%, a 2000-es plébiscit 18%. Mire tudnám magyarázni ezt a csökkenő tendenciát? Oda egy adat kellene még a 98-as parlamenti választások eredménye. Azért, mert 98-ban tétje volt. Meg tudjuk csinálni a változást, le tudjuk-e váltani Mecsiarkés bandáját, vagy pedig nem. Ott tétje volt. 2002-ben már ugye 4 évet mi voltunk a kormányon, és 4 év alatt az emberek rájöttek, hogy hát a fene egye meg ezek úgy húzogatják a mi navrág szíjainkat. Tehát ott már nagyon sokan gondolkodtak, hogy hát nem az van, amit én vártam, és nem mentek el. 2006-ban meg még inkább, holott akkor már lehetett látni azt, hogy a munkanélküliség az kezdett szépen 10%-hoz nagyon közel került a munkanélküliség iráta, és ugye honnan indultunk. Akkorra már 6%-ért
5%-os kamatért lehetett kölcsön kapni. Amikor mi kezdtünk 98-ban 24-25%-os volt, de egyszerű ember nem így gondolkodik. Ezt mi elmondhatjuk itt, az, aki újságot olvas, az szintén látja, de egyszerű emberek többsége nem. 2006-ban úgy érezte, hogy hát az Olinda kormány, ráadásul különféle egyéb stiklik voltak, meg különféle egyéb megmagyarázhatatlan dolgok, amit úgy hívtak, hogy képviselővásárlás, meg sok minden, amit a mai napig nem lehet bizonyítani, és azt mondták az emberek, hogy nem érdekel bennünket, ezért mentek el kevesebb. Hogy definiálná inkább középpárt, vagy inkább egy jobb oldali párt? Én azt mondanám, hogy közép felé tendáló párt. Az MKP-nak volt három olyan esete, amikor mondjuk a képviselőjét minimum azért hurcolták meg, mert vagy körözbe álltak a szemei, vagy pedig nem volt hajlandó fújni. Ugye volt három ilyen dolog, kettőt abból nekem kellett rendezni úgy, ahogy lehetett, és még el is fogadtunk egy határozatot, ha emlékeznek, és kellemetlen volt. Ez így igaz. Most is volt egy eset, most viszont azt nagyon hallgatták, de az tény, hogy ahány ember, annyiféle elképzelés van, hogy előadról. A közvélemény ezt majd hormonálni fogja akkor, amikor választások lesznek. Ha netán Durai Miklós lehetetik a listára, akkor meg lehet nézni, mit fog kapni az MKB. Pont ilyen dolgok miatt. És a választók és a vezetőségből van már témán, gondolja ezt, hogy változtatok én, hogy az MKB átszoltál, mert már egyre ebben csökken a támogatottság még az egész pártnak is, mert gondolok, hogy Duraira is áll, meg kijelentéseire is. Nézzel, Durai Miklós egyetlen egy probléma van. Az, hogy ő nem csapatjáték. Soha nem volt. Talán a régi rendszerben hozzászokott, hogy sok dolgot egyedül őneki kellett felvállalnia. Nem lehet azt megcsinálni, hogy azt mondjuk, hogy stratégiai alelnök, ami egy nagyon fontos, ha már egyszer létrehoztunk, az nagyon fontos dolog, mert akkor az MKP, tehát a pár stratégiáját kell megalkotnia, és utána a stratégiai bizottság tagjai egy része, akik nem odaállnak közel, meghívott csak kapnak. Vagy nem kapják meg az anyagot, a Miklós elmondja, felszólalott 60 ember előtt. Elmondja a véleményét, amihez, mivel nem olvasták, nem tudják, hogy mi a különbség a közt, amit ő elmond, és az közt, amit megkaptak, ott helyben, és mindjárt megszavaztatják. És az ellen nem szólalnak, aztán csodálkoznak, hogy hoppá. Tehát biztos, hogy változtatni kéne, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt a jelenlegi vezetőség megmeri tenni. Hát mondjuk én inkább úgy eltérek a politikából, ha lassan 20 év elég, ez az egyik dolog, és a másik dolog, én nem magamtól mentem el. Én elmondtam, hogy én egy utolsó választási időszakot vagyok hajlandó vállalni azért, hogy hagyjunk itt fiatalabbakat. Pali 2 éve idősebb tőle, és nem is az a fontos, hanem politikailag fiatalabbak. Úgy, ahogy a Pali, úgy én is ugyanakkor kezdtük. Tehát ránk ragadt minden egyes olyan dolog, ami 20 év alatt ráragadhat valakire. Jelenleg az a tendencia, ami legalább azt szeretné, ami legalább arra utalna, hogy vezetjük fiatalokat, vagy illetve, hogy igény tartana arra, hogy egy fiatal generáció... Nézd, azért van egy-két fiatal, akit sikerült behúzni. Én azokról a politikusokról beszélek, akik például a parlamenti képviselők is. Nézze, Simon azért nem volt 30 éves, amikor miniszter lett. Gál Gábor fiatal kölök. Ahhoz képest, és sorolhatok. Fogalmazhatunk úgy, hogy tárgyalások intézték el azt, hogy ne újuljon meg például az MKP-nak az EP parlamenti választások belül listája, és hogy például Bauer is vezeti ismét? Hát is, de szerintem itt talán rudas az MKP vezetősége, mert ahhoz, hogyha mi azt akarjuk, hogy mondjuk egy új arcot hozzunk be, ez nem úgy működik, hogy azt mondjuk, hogy na itt van Méla Béla, akkor ezt szépen ráteszik a listára, és emberek fogják nézni, ez meg kicsoda. De ez nem így működik. Ha mi valakit fel akarunk futtatni, akkor olyan kérdéseknél, amire odafigyelnek az emberek, legyen az kisebbségi, legyen az gazdasági, legyen az most a válsággal kapcsolatos, ezt az embert nyilatkoztatjuk. Kiiskolázunk, elmondjuk, hogy mi az a három mondat, amit el kell mondani, azon kívül mondhat bármi. De ez így működik. Senki se nem úgy születik, hogy politikus.